Korszerű fűtési és hűtési rendszer, festés és informatikai felújítás, megújult a Baktalórendházi Városháza. Ebbe az épületbe még 1998-ban költözött át a hivatal, néhány éve egy külső felújításon ment keresztül, most pedig belülről is megszépült. A beruházás érintette még a vizes blokkokat és a közlekedő helyiségeket is. Erre 30 millió forint állami támogatást kaptak, amelyhez plusz 8 millió forint önerőt is hozzátett az önkormányzat. A település fontos szerepet tölt be a régióban. Baktalórendháza, mint járási központ, ennek a Szabos 05-ös választókerületnek az egyik nagyon fontos járása, hiszen itt találkozik a Nyírség és a Felső Szabolcs, és azt gondolom, hogy ha a földrajzi területét nézzük, akkor pedig a települések szerkezete a történelmi múltjuk miatt, azt gondolom, hogy egy olyan helyen vagyunk, amely ezt a járási feladat kiválóan látja el, hiszen a hozzátartozó 11 település érdekeit is képviseli. A településen 2,6 milliárd forint értékű beruházás valósul meg a jövőben, közölte Baktalórendháza polgármestere az ünnepségen. Nagy Lajos kiemelte, hogy iskolai fejlesztésekre mintegy 600 millió forintot fordítanak, de az egyház is nyert közel 300 millió forintot, valamint 100 millió forintos útfejlesztési szerepel a tervek között. Mi is megkaptuk a támogatói döntéseket, illetve azt követően támogatási szerződéseket kötöttünk. Örömmel jelenthetem, hogy több beruházásunk is befogadást nyert. Kerékpárút építésére 500 millió forintot nyert Baktalórendháza, belvízelvezető csatornák felújítására 400 millió forint áll rendelkezésre. A Zöldváros program keretében egyes településhez tartozó tereket, épületeket ugyancsak 400 millió forintból tudunk megújítani, felújítani. A polgármester egy másik támogatást is bejelentett. A 360 millió forintos tanúszoda építéshez további 42 millió forint kiegészítő támogatást is kap majd a kivitelező, így összesen 402 millió forintból épülhet meg az új sportlétesítmény. De a megyei turisztikai projektben is részt vesz Baktalórendháza. Mintegy 100 millió forintot nyertek a Degenfeld kastély pincéjének felújítására, ahol egy játékos szabadulószobát és közösségi helyiségeket is kialakítanak majd.